Az országos leszerződő dohány terület idén 4400 hektár, ami az előző évhez képest 300 hektárral csökkent. A termelők a korábbi Európai Uniós több mint 24 millió euró helyett a magyar kormány nemzeti kiegészítő támogatását kapták ettől az évtől, ami összesen 5 milliárd forintot jelent. Az idei termés mennyiség miatt sok termelő elgondolkozik majd azon, mennyire éri meg a hektáronkénti 2 millió forintos befektetés, mondta a kérdésünkre a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke. Az aszályos időjárás miatt ugyanis az előzetes beslések szerint az idei kiesés akár a 25%-ot is elérheti. Én nagyon remélem, hogy ez a 25% azért valamelyest fog csökkenni, ugyanis bármennyire meglepő, már temetni készültünk a dohányt augusztus 20-a környékén, amikor megérkezett a már korábban említett csapadék, és hát nagyon föltámadtak a dohányok, és kedvező eredményeket produkálnak, úgyhogy reméljük, hogy hát bepótolni nem fogják, a 100%-os az elmúlt évi terméshez biztos, hogy nem fog összeállni, de bízom benne, hogy a 25%-os kiesés az is mérséklődni fog. Itt Pócspetri határában összesen 31 hektáron termelnek dohányt. A csapadékmentes forró nyár itt sem tett jót a termésnek. Nem kellőképpen érnek, nehéz megbecsülni, hogy akkor mennyi lesz a valós termés. Az aszályos időszak végén akkor úgy láttuk, hogy a hektáronként a 10 mázsát sem fogjuk tudni elérni. Most úgy látom, hogy lehet, hogy valami kicsivel talán át fogjuk tudni lépni. Attól függ, hogy még az elkövetkezendő néhány hétben, ahogy a betakarítással tudunk előre haladni, mennyit tudnak még nőni. Van a dohánynak még egy nagyon érdekes sajátossága, ezt a dohányos szakemberek, vagy akik a dohányban élnek, azok tudják, hogy szeptember közepétől már nem igazán lehet szép dohányt törni. Ezen a területen naponta 15-en törik a dohányt, az aszálya munkát sem könnyíti meg. Sokkal nehezebb, nagyon gyenge a kevés van rajta, nagyon a szárazság miatt nem nőtt meg a levelek. Duplát kell dolgozunk, duplán annyit kell menjünk, sajnos. A MADOSZ elnöke mindehhez hozzátette, a felvásárlási árak a tavalyihoz hasonlóan alakulnak, kilónként körülbelül idén is 350-360 forint lesz.